Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett és így szólt hozzájuk: Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: Nem de 10 tisztultak meg? Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen. Aztán hozzáfordult: Kelj fel és menj, hited meggyógyított téged. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! A hívő ember Jézus Krisztustól akarja és kívánja napról napra megtanulni azt a magatartás formát, azt az életstílust, amely illik ahhoz az emberhez, aki tudatában van keresztény méltóságának, és tudatában van annak, hogy megkeresztelt emberként mire is hívott bennünket az Úristen. Mire is kaptunk felszólítást Jézus Krisztus által, amikor ő meghirdette az evangéliumot, az örömhírt, amikor nem csak beszélt erről, hanem saját maga eljött közénk, hogy ő maga legyen az örömhír, az ő személye jelentse az ember számára az egyetlen reményforrást, reménysugarat. Szent Leckében Szent Pál apostol arról beszél, hogy abból, hogy Krisztus megváltott bennünket, hogy szeretetével, irgalmával eljött közénk, nagyon is sok minden következik. Gyakorlati következménye vannak annak, hogy mi keresztény emberek vagyunk. Amikor azt mondja: figyelmeztes mindenkit, hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, legyenek engedelmesek és minden jóra készek. Ne veszekedjenek, hanem legyenek barátságosak. Mindenki iránt kellő szelídséget tanúsítsanak. Mennyire kell, hogy ezek a szavak önvizsgálatra serkentsenek bennünket? Vajon napról napra ezen Jézusi lelkület szerint cselekszünk-e? Hiszen Jézus lelkületét festi le Szent Pál apostol, és ezt a lelkületet, ezt a magatartás formát állítja elénk, hogyha Jézus Krisztushoz tartozónak, keresztényeknek, krisztusiaknak neveznek bennünket, akkor kell, hogy valóban olyanok is legyünk, törekedjünk azoknak az erényeknek az elsajátítására, melyek átformálnak bennünket, amelyek Jézus Krisztushoz tesznek hasonlóvá bennünket. A Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjéről beszél az apostol.
Ez a keresztségnek a szentsége. Mi ebben részesültünk, és ebben akarunk napról napra helyt állni. Jézus Krisztustól kapjuk naponta a buzdítást, amikor fölkelünk, amikor munkába indulunk, amikor a napi tevékenységet elindítjuk, hogy egyre inkább az ő lelkülete éljen bennünk. Az ő kegyelme valóban bőséggel eltöltött bennünket. Minden kegyelmi segítség ott van számunkra ahhoz, hogy tehessük a jót. Nem mondhatjuk, hogy nem vagyunk rá alkalmasak, hogy kevesek vagyunk hozzá, hogy erőtlenek vagyunk, hogy gyengék vagyunk. Persze, hogy azok vagyunk, a saját erőnkre hagyatkozva. De Jézus Krisztus az, aki az ő kegyelmét naponta felkínálja, hogy hozzá fordulhatunk, hogy kérhetjük az ő segítségét az imádságban, hogy megtapasztalhatjuk az ő közelségét embertársainkban, családunkban, a hozzánk tartozóban, de még az idegen emberben is, akivel éppen csak összefutunk az utcán, a rászorulóban, akinek segíthetünk akár egy mosollyal, akár egy kedves apró gesztussal, de még az ellenségeinkben is, hogy türelmesen elviselhetjük a szenvedést, a nehézséget, és ezáltal formálódhat a lelkületünk, amikor olyan emberrel találkozunk, aki esetleg nem kedves a szívünknek, lelkünknek. Ez is formál bennünket, ez is erősítheti a hitünket. Jézus Krisztus mi mindent elhordozott, elviselt a mi érdekünkben. Magára vette a világ bűneit, magára vett mindent, értünk emberekért. Azért, hogy meggyógyítson bennünket, azért, hogy újjáteremtsen minket, hogy levegye rólunk az igazi leprát, az igazi rosszat, a bűnnek a lepráját, ami az embert behálózza, ami nem hagy bennünket szabadon mozogni, nem hagy bennünket szabadon cselekedni, hogy a jóra irányítsuk a figyelmünket. Testvéreim, mi megváltott emberek vagyunk. Naponta készen áll a bűnbocsánat számunkra. A keresztségben új emberekké lettünk. És ha le is térünk erről az útról, a bűnbocsánat szentsége, a Szent Jónás segít nekünk, hogy megmaradjunk ezen, visszatérjünk Jézus Krisztus barátságába. És mindezért természetesen hálásnak kell lennünk. A hálás lelkületre is megtanít bennünket az Úr Jézus. Ő, aki hálás volt a mennyei atyának, és mindenért hálát adott. Minden tevékenysége előtt imádkozott. Minden fontos tevékenység előtt az egész éjszakát imádásban töltötte. És hálát adott az Istennek. Mi is mindenért adjunk hálát az Úrnak, dicsőítsük őt. Elsősorban azért, akik vagyunk, hogy élünk, hogy keresztény emberek lehetünk, hogy felismertük a jót, még ha nem is tudjuk tenni teljes egészében azt, amit tudjuk, hogy tennünk kellene, de az, hogy már ott van előttünk a cél, ott van előttünk az örök üdvösségnek, a mennyországnak az ígérete, amelyet Jézus Krisztus megszerzett nekünk, mindez elégséges kell, hogy legyen a mindennapi élet küzdelmeihez, hogy előre tudjunk haladni, hogy Jézus Krisztus lelkülete egyre inkább ott legyen bennünk. Hálásan tekintsünk mindenre, és ami talán a legnehezebb, hogy még a nehézségekért is, a fájdalomért és a szenvedésért is hálásnak kell lennünk. Nem csak azért, hogy az Úristen esetleg nem enged nagyobb szenvedést, nagyobb betegséget, mint amibe estünk, hanem azért, mert ezáltal is építi a mi szívünket, lelkünket. Megengedi a rosszat, megengedi a szenvedést, de ebből is a legnagyobb jót tudja kihozni. Hiszen az ő szent fia szenvedéséből és halálából a legeslegjobbat hozta ki ezen a világon. A világ megváltását, üdvösségét. Akkor a mi gondjaink és bajaink is kell, hogy ugyanígy a mi üdvösségünkre szolgáljanak. De csak akkor, ha hálás szívvel tekintünk ezekre, hálás szívvel tekintünk föl az Úristenre. Erre a hálás lelkületre tanít meg bennünket a boldogságos szűzanya is, aki csendben, szelíden fogadta el az Isten akaratát, jót és a rosszat, az örömet és a nehézséget egyaránt a saját életében, és hagyatkozott a mennyei atya kegyelmére, együtt működött a kegyelemmel. Tudott hálát adni, magasztalni az Úristent az ő kegyelmért, ahogy
Lukács evangéliumában, a Magnificatban, a csodálatos hála imádságban imádkozik, magasztalja lelkem az Urat. Mi is így akarjuk magasztalni az Úristen Szűz Mária szavaival, Szűz Mária gondolatával és lelkületével, amely végső soron nem másnak, mint magának, az Úr Jézusnak a lelkülete. Hiszen Mária nem mást ad nekünk, mint az Úr Jézust, és az ő lelkületét, az ő szeretetét. Forduljunk tehát Szűz Anyánkhoz, hogy Jézushoz vezessen bennünket, a hálatelt lelkületet kialakítsa szívünkbe, hogy egyre inkább előre haladjunk a mindennapokban, az erények útján, a szeretet útján. Amen.